nagyon jó élmény, és mindenkinek ajánlom, hogy részt vegyen a versenyen, mert tényleg egy mai szavakkal élve külön feelingje van az egésznek. Nekem nagyon tetszett, én nagyon jól éreztem magam, ugyan most nem nyertem semmit, de én nem ezért jöttem, hogy nyerjek, hanem hogy jól érezzem magam, új barátokat találtam itt, míg itt voltam, mert én beköltöztem, és mindenkinek csak ajánlom, remélem jövőre is jöhetek, és megrendezik, és... Ez az első Atlantis versenyem, és nagyon tetszett. Szerintem jövőre is fogok jönni. Ez egy kész élmény. Nem is talán csak egy verseny, hanem egy összerázódás a többi magas szintű szavalóval. Egy versmondó vetélkedőről vélekednek így a diákok. Egy találkozóról, amelynek lelke van. Hasonlóképpen látja ezt a főszervező is, aki tudja, mit jelent megszólítani a mai tizenéveseket, és tudja, hogyan kell lehetőséget adni nekik a kibontakozásra. Két napon keresztül azt érzi az ember, hogy minden verseny, minden zsűri szintű megmérettetés mellett van valami varázsa ennek, amit azért találtunk ki, hogy ők ezt megérezhessék. Ezek a fiatalok, akik harmadszorra, negyedszerre jönnek vissza, ezek már értik ezt a varást, és az újakat beavatják. Semmi nem szebb annál, mint hogy a tematikához találó verset választanak, kiállnak társaik elé, és megmutatják, hogy a versnek van ereje. Ezt látom én 2019-ben és 19 év után. Az Atlantis harangoz országos versmondó vetélkedő tematikája idén az újjászületés művészete volt. Mottoja egy Lászlófi Aladár idézet, amely így hangzik. S a világot bármikor újra költöm. Kortárs költők verseiből kellett válogatniuk a jelentkezőknek, a szabadon választott alkotás mellett pedig a kötelező vers egy köztünk élő, közkedvelt író-költő célirányosan született verse lett. Demény Péter, Brave New World Trade Center című szerzeménye. Az ember úgy írja a verseket, meg a mindenféléket, és hát persze most már, hogy van Facebook, akkor vannak reakciók is, de hát ez mégiscsak egy másféle dolog, hogy egy ekkora nagy rendezvényre az ország minden részéből érkeznek diákok, és az ember 49-szer meghallgatja a versét, tehát hogy... Ez hihetetlen élmény, már a tudat is, és aztán maga az élmény, amikor tényleg mondják, tehát hogy készülni is jó volt erre, meg itt lenni is. Minden alkalommal van valami sajátossága ennek a vers ünnepének itt a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban. Most ugye itt volt a szerző is, lehetett játszani a versével. Mik születtek ebből? Hát zseniális volt, hogy egy élő költőnek a külön Atlantisra írt versét mondták a gyerekek. A tematika az újraszületés, vagy az újjászületés művészete volt, és hát ennek kapcsán megmutatták azt, hogy a felcserélt sorok, vagy az összecserélt szakaszok is hordoznak egy olyan értelmet, amely személyessé teszi a verset. A nagy hagyomány az a végén, hogy együtt mondjuk a kötelező verset, és hát azért a szerző jelenlétében látni ennek a súlyát, vagy ennek a hatását nagyon nagy élmény volt. Demény Péter, Brave New World Trade Center. Az életem úgy újra kezdtem, rászörcsölt egy új szerelemre. Lement a nap, éjfélkor felkelt, én meg csak néztem. Mi van itt? Féltem. Magam alig találtam a sötét-fehér éjszakában. Minden repedés, folt, boldogság ott volt megint. És mégis más volt, mint korábban. Én voltam, de már új szobákban, új függönyök mögött virultam, új lámpák fénye vizslatott. Ilyen volt. Kicsit szecessziós, baglyos és fekete rigós, sirályos és fűrészes is. Én voltam. Én vagyok megint. Ketté hasadt. Mégis dobog. Csillognak az új csillagok. Virágzik egy másfajta ég, parazsat szít, új élet ég. Legyél velem, mondom nekem. Hagyj élni hát új életem.
repülj, hogy most is repülsz. Szeleknek, szakadékoknak, szálkáknak is szembeszegülsz. Az átírások azok helyben rögtön, hogy mondjam, lehetett kacagni, meg jókat derülni azon. Mert puszta tényen, vagy a meglepetés ereje hatott úgy, hogy az ember nevessen. Egy külön díjat is fogok adni egy lánynak, aki szerintem a legjobban írta át ezt a versemet. Több mint 100 verset meghallgatni és értékelni egyetlen nap alatt nem lehet könnyű feladat. Ennek ellenére a zsűri tagjai egyhangulag rendkívüli élményként nyugtázták a hosszú napot. Saját bevallásuk szerint sokat nevettek és sírtak, ugyanakkor mindannyian értékelték a versek válogatásában és előadásában tapasztalt magas színvonalat. Nem hallgatták el a hibákat, a pótolnivalókat sem, és elismerően beszéltek a bátrakról, akik kreatívan álltak hozzá a versekhez és a versmondáshoz. Azt tudnotok kell, hogy tényleg gyönyörű volt ez a nap, és valószínűleg ti is éreztétek, nem lehet, hogy számotokra is nem jelentett hatalmas örömet az, hogy egymást meghallgattátok, azt, hogy adtatok, hogy mehetetek. Egy rendkívül jó szakmai csapat. Ugye Demény Péter a zsűri elnöke volt az idén lévén, hogy ő a kortárs költő, és ezen kívül hűséges társunk Rekita Rozália színművésznő, Lackóvas Robert színművész, Kali Andrea színművésznő. Kocsis Tündével a 20 éves barátságunk az azért úgy hordozza a súlyát Atlantisnak, és ő rendezőként is egy ilyen varázslatot próbál összerakni a két nap alatt. Ő az, aki az ismerkedési estet vezeti, és mindig leméri a gyerekek pulzusát, hogy lássuk, hogy kivel dolgozunk az idén. Ez is sikerült, mert a közös produkció ugye hát azért az beszédes volt itt a teremben. Úgyhogy fontos a zsűrinek a szakmaisága is, de fontos az, ahogy figyelnek a gyerekekre, ahogy értelmezik azt, amit hoznak a gyerekek, és ahogy kiértékelik utólag, tehát ahogy elmondják, ez nem bluff, nem általánosítás, és nem egy kirakat történet. Ennek a versenynek sokan mondták, hogy lelke van, és ez a lélek, ez azért úgy megmutatkozik. A jó élmények számtalan díjban és külön díjban testesültek meg. Idén először 4 kategóriában, minden liceumi korosztályban külön osztottak díjakat. A tanügyminisztérium által is elismert első, második és harmadik díjjal, valamint dicséretekkel jutalmazták a versenyzőket. Atlantiszos emléklapot minden résztvevő diák és felkészítő tanár is kapott. Nagyon kevés olyan vers volt, ami színvonal alatt húzódott. Kántor Péter, Tóth Krisztina, Rakowski Zsuzsa, tehát tényleg a legrangosabb Nádasdy Ádám, Lackfi János, a legrangosabb szerzőktől választottak a gyermekek. Simon Márton, Dékány Dávid, nyilván tudnám sorolni, Hosszan László, Noémi, Kovács András Ferenc. Tehát, hogy mind-mind egy nagyon előkelő osztály. Ból származtak a költők. És azt jelenti, hogyha nem is lehet ezt így általánosítani, de hogy a fiatalok azért szeretik a verseket, és tudják, hogy kiket olvassanak. Ezek a fiatalok szeretik, és hát sokan vannak. Az első díjasok versenyen kívüli versekkel is megörvendeztették a közönséget. Röpülj, hagyunk! Új horizontot hibegyek elinden! Nem kellenek a megállított álmok! Új kínok, titkok, bárok vizinyáról. Röpülj, hagyunk, nem kellenek a megállapodott állók. Én nem leszek szürkő helyet. Ha csak szent lélek vagy a forcsma bőző. Röpülj, hagyunk, én nem leszek a szürkő hegedőse. Szólok, a valós valóban, a létező is létlen, a vétkező is vétlen, az ártatlan is ártó, a föld égre kiáltó, és tettető a tettes, és kedvetlen a kedves, és a kegyes, kegyetlen az összesség egyet.
ki száműzött a főnök. Ki parancsolt? Szüles meg! Bemosszatol a réket nyári zöldes cukorszirupval émeit. Én nem tudom mindez miért. Mi vége? Az alkony dráma és a bírodat komédiája minden napja éje elépnek, mely mindenre egy marad. A tömlőc jó volt. Vaknak lenni jó. A Lázár még meghalt? Meg. És ő írta ezt a könyvet? Aki könyvet ír, az mind meghal. És aki könyvet olvas, az is. És aki nem ír és nem olvas, hát bizony az is. Akkor nem a könyvekben van a választás. Egyik elsődíjas versenyző szabadon választott versét hallgatva megértettük, miről beszéltek a zsűritagok, amikor a sok nevetés mellett az elérzékenyülést is emlegették. Dani, az öcsém, 7 éves. Űrhajós akar lenni, a súlytalanság miatt, mert manapság gyakran fáradt. Véraláfutásokkal ébred, és tudom, hogy éjszaka csinálnak vele valamit. Hallom néha a retinák rianásait, hogy műholdak keringenek a szemgolyók egyenlítője fölött, hogy letapogassák az utolsó szárazföldeket. Beteg a vére, mondja anya. De tegnap láttam egy kórházi papírt, amire egészen más volt írva. Akut mieloid, leukémia. De előttem erről nem beszélnek. Délutánonként lemegyünk a játszótérre. Én lakom a hintában, és érzem, ahogy napról napra egyre könnyebb. Már elég egy kézzel is. Egyre sekélyebbek a lábnyomai a hóban, és egyre korábban sötétedik. Mi lesz, ha egyszer egyedül indul el haza, és egy hajszálér elpattan az orrában? A kapu aljakból a ragadozók összegyűlnek a betegvérre is? A rémálmok szagára. Túl sok a fehérvérsejt, kevés a vörös. De Dani azt mondja, ne aggódjak, mert az asztronauták, amikor visszatérnek, bennük is. De én nem tudom, lesz-e belül valaki, aki elkezdi pakolni a homokzsákokat az artériák falánál, ha lehorzsolja a térdét, vagy beüti a könyökét. És már mindig sapkát hord. És jobb nem is látni anélkül. És nem találnak senkit. És én reggel a villamoson úgy nézek végig a tömegen, hogy vajon ki lehetne ideális donor. Mert különben már csak legfeljebb egy hónap. És én szó nélkül megölném, ha azt kéne, vagy magammal vinném oda, ahol a csontvelő átültetést végzik. Péntek volt. Nem sokkal az ünnepek előtt. Délután mentünk volna be hozzá, de reggel anyát felhívták a kórházból. A visszaszámlálásnak vége. Az asztronauta felszállt. A siker kulcsa abban van, hogy hogyan szólítja meg az ember ezt a 15-16-17 éves fiatalt, aki bizony olvas verset, de csak úgy a maga kis kedve szerint. És hát egy pár éve úgy érzem, hogy nagyon figyelünk a tematikára, mert 50 fölötti a versenyzők száma. És a másik pedig az, hogy egyre jobban készülnek a diákok, tehát hogy nem veszik ezt félváról. Mostanában azt mondják, hogy a tínedzser generációk felszínesek, tehát nem vesznek semmit mélyen, komolyan, minden csak úgy felületesen, ímmel, ámmal, egy héttel azelőtt kezdik megtanulni a kötelező verset. Egy vers meg kell érjen, tehát nem lehet csak úgy kiállni az emberek elé és összerakni. És pont ezt bizonyították a gyerekek ezen a mostani versenyen, hogy nagyon komolyan felkészülve és értelmezve hozták el a saját választott versüket, illetve a kötelező verset. Számomra egy élmény volt, mert végre sikerült először azonosulnom úgy igazán a versekkel, amiket mondtam. Ilyet még nem éreztem. Milyen verseket mondtál? Hát én Tóth Krisztina, a Koravén cigány, és természetesen a kötelező verset. Milyennek tűnt a kötelező vers? Nekem tetszett. Úgy alapjában vénve én azért nem írtam át, mert én indulásból nagyon jól tudtam azonosulni vele, és nem tudom, egy élmény volt azt is szavalni. Én most voltam első alkalommal, és én nagyon élveztem. A társaság is nagyon jó volt, úgyhogy én szerettem itt lenni, bár már 12-es vagyok, úgyhogy ez az utolsó alkalom, amikor eljöhettem, de én élveztem az egész hétvégét. Honnan jöttél? Szatmárnémetiből érkeztem.
Azt hallottam, hogy elég sokan jöttetek, és elég sok díjat is vittetek oda Szatmár Németibe. Szerinted mi a titka annak, hogy jól és sikeresen előadni egy verset? Szerintem hozzájárul egy picit a tehetség is, de sok múlik szerintem a tanárokon is, a felkészítő tanárainkon, akiknek ezúton is köszönjük a felkészítést és a támogatást.